tulajdonképpen több könyvet is megvásároltam, részben ajándékba, részben saját magunk számára. A kutya szótárat egy kedves ismerősömnek, aki nagy kutya bolond, és itt annyi érdekességet hallottam a kutyákról, hogy gondolom, ő ebben majd rengeteg újdonságot talál a kutyákról, holott ismeri ezt a műfajt, de én is bele fogok kukkantani. Aztán miután a családunkban az olasz nyelv az eléggé ismert, de úgy gondoltam, hogy van még mit tanulnom, ezért a Top 2000 olaszul gyűjtemény. Ez egy egyetemi projekt keretében született meg, egy egyetemi órára kellett egy 300 szócikkes szótárt írni 4-es csapatokban, és az egyik lány, aki nincs velünk az év, ő bedobta ezt a meseszótár témát, ilyen népmesség alapján írjuk meg, és akkor elkezdtünk úgy dolgozni, hogy ugyanannyi szóciket ír mindenki. Amikor már a kiadóval kezdtünk dolgozni, akkor váltottunk arra, hogy mi ketten a Regivel illusztráltunk is, és az Andi és az Évők pedig próbálták egységesíteni, és ők inkább többet írtak még. Másfél évet biztosan dolgoztunk vele. Hát a szócikkektől a rajzokon át mindenig. A népmesékben tényleg nagyon sok olyan szó van, amit nem ismerünk, úgyhogy aki olvas népmesét, vagy akár néz, annak így tökéletes. Egyébként azért így próbáltuk az általános iskola korosztályra belőni, de tényleg széles körület szerintem. Ami még nagyon érdekes volt így első ránézésre, a pénznevek etimológiai szótára. Az ember megfogja, hogy mi lehet az, hogy a mókusbőrtől az euróig, és nagyon érdekes volt a könyv bemutatója, ahol megtudtuk, hogy évszázadok, netán az évezredek folyamán a pénznek a különböző nevei miként változtak a történelemben, és ez rendkívül érdekes, és hogy miből mi lett, hogy miből lett a forint, a drachma, a fillér, és vajon tényleg érdemes elgondolkodni, hogyha valaha nálunk is bevezetik az eurót, akkor fogjuk-e még használni azt, hogy egy fillér sincs a zsebemben. Tehát ezek mind olyan gondolatébresztő, játékos tudnivalók, amiket azt hiszem érdemes mindannyiunknak tudni. Ez egy sorozat, ez a harmadik része. A Fundi óvodában volt az első, utána következett a Fundi és a gépmosás, ez pedig a Fundi kirándulni megy. Én, mint illusztrátor, a történetet igazából csak készen kapom, úgymond. Ambrus Izabella az, aki kitalálja ezeket a kis tanmeséket. És a végén, ami tulajdonképpen nosztalgiából vásároltam meg a könnyebb forgathatóságért is, létezik ugyanis a Tinta könyvkiadónak egy korábban megjelent enciklopédia jellegű könyve a mi nyelvünkről, ami 2000-ben jelent meg, ugyancsak Récsi tanár úr szerkesztésében, és ez a kis könyv a magyar nyelvről, ez ennek a nagyobb enciklopédiának egy válogatása, de olyan módon, ami még könnyebben forgathatóvá teszi, hogy századonként gyűjtötték össze a szerzőket és a véleményeket a magyar nyelvről, úgyhogy ezt is örömmel fogom forgatni. Ebben a kötetben, ahogy említettem, és ahogy az előszóban is benne van, hogy 37 írónak, költőnek a vallomása, illetve hát az írása az anyanyelvről. Én azt gondolom, hogy ezt iskoláknak, tanároknak mindenképpen ajánlanám, illetve minden olyan embernek, aki szereti az édes anyanyelvét, és aki tényleg úgy tekinti, hogy kincs az anyanyelve.